konyhasó, azaz nátriumklorid. Vagy mégsem az. Egy interneten terjedő körlevél szerint a boltokban kapható só már régen nem az, aminek lennie kéne. A levél ismeretlen szerzője azt állítja, hogy Magyarországon a rendszerváltás óta nátriumklorid helyett káliumkloridot forgalmaznak só gyanánt. A döntést, hogy a só összetételét szabályzó úgynevezett sószabványt megváltoztassák és az embereket tömegesen megmérgezzék, állítólag a gyógyszergyárak lobbizták ki annak idején. A levél szerint a sóhiányban szenvedő akaratuk ellenére nátrium szegény diétára fogott embereknél ugyanis egy sor hiánybetegség alakul ki. Magas vérnyomás, szív- és vesepanaszok, terméketlenség. Ezért jobban tesszük, ha vegytiszta sót vásárolunk és azt fogyasztjuk, különben csak a gyógyszergyárak profitját növeljük. Összeesküvés elmélet vagy valódi összeesküvés. Gondoljunk csak a néhány éve még csodaszerként emlegetett fluoridra, amelyről azt állították, hogy megerősíti a gyerekek fogait. Az Egyesült Államokban nemrég nyilvánosságra került iratokból kiderült, hogy a csapvíz fluorizálását, később a fluorid élelmiszerekben és fogkrémekben való felhasználását az amerikai kormány annak ellenére rendelt el a 40-es évektől, hogy pontosan tudták, halálos mérget adagolnak a lakosságnak. A fluorgáz ugyanis az atomfegyvergyártás elengedhetetlen kelléke volt. 1944-ben súlyos baleset történt egy katonai célokra termelő hadiüzemben, és a kiszabadult fluor tönkretett egy gazdagon termő mezőgazdasági vidéket. Amikor a farmerek kártérítési pert indítottak az üzem ellen, a kormány utasította tudományos tanácsadóit, hogy bármi áron bizonyítsák be, a fluor nem veszélyes, hiszen ha a farmerek elérik, hogy a fluorid használatát betiltsák, nem készülhet el az atombomba. Így rukkoltak elő azzal a mesével, hogy a fluorid egészséges a fogaknak, és javasolt a rendszeres fogyasztása. Az igazságot csak a titkos jelentéseket olvasó vezetők tudták. Országszerte megkezdték az ivóvíz fluoridos kezelését. Az intézkedés mögött összeesküvés gyanítókat nevetségessé tették, ellehetetlenítették, bolondnak állították be. A 80-as évek végére a világ szinte minden országában esküdtek a tudósok a fluorid egészséges hatására, hivatkozva az amerikai tapasztalatokra. Csak hogy mostanra az amerikai lakosság 80%-a valamilyen szintű fluormérgezésben szenved. Ennek fényében egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a gyógyszeripar elérje, hogy a sót valami mással helyettesítsék, ahogyan a vajat is egészségtelennek kiáltották ki az olcsóban előállítható margarinnal szemben, vagy ahogy elhitették a világgal, hogy a H1N1 egy halálos világjárványt okozó vírus. Ha körülnézünk az interneten, hamar felfedezhetjük, hogy az Egyesült Államokban már kifejezetten divat a nátriumkloridot káliumkloriddal helyettesíteni. De vajon valóban egészséges-e? Hiszen ha a körlevél igaz, akkor azt az anyagot etetik velünk, ami az Egyesült Államokban az elítéltek kivégzésére szolgáló injekció hatóanyaga. A körlevél konkrétan megnevezi a horvát rozi sót, mint hamisítványt. Felkerestük a horvát rozi termékeket forgalmazó Saninen Kft-t, de többszöri interjúkérésünkre azt felelték, nem kívánnak szerepelni. Egyébként tagadják, hogy mérgezett sót forgalmaznának.